Több mint 300 éve még tüzérségi felvonulási terület volt, aztán laktanya, erődítési hivatal, végül pedig császári királyi lovarda állt azon a területen, amelynek helyreállított verzióját mostantól sokkal könnyebben érhetik el a látogatók, a palotaszintet és a lovardát összekötő feljáró segítségével. A Hausmann-féle rámpa, ahogy ezt hívni szokták, eredeti formájában született újjá a Nemzeti Hausmann program keretében. Eredetileg ez lovak le- és felvezetését szolgáló lejtős utaknak nevezett, és ezt Hausmann Alajos írta így. Miért volt erre szükség? Azért volt szükség, mert a budavári palota szintjén, ahol most is állunk, itt állt korábban a királyi istálló, és az egykori királyi lovardába vitték le a lovakat. Ez ma már nem egy olyan funkció, amire szükség lesz itt, ugyanakkor mind a mai napig ez újra egy nagyon fontos közlekedési kapcsolatot létesít a Várhegy Tabán felőli oldalán, a két térszint között, a Csikós udvar és a Hunyadi udvar között. Ez évtizedek óta megszűnt, és a Nemzeti Hausmann program keretében idén újra gyalogosan, akadálymentesen, akár babakocsit tolva, vagy éppen kerékpárral fel lehet jönni ezen a rámpán. A budai várban található műemlékek, illetve intézmények megközelítésében is sokat segít mostanra a helyreállított rész. A budavári palota megközelítése nem volt lehetséges a Tabán felőli oldalról. Ez 2021-ben változott meg, amikor először is a Csikós udvar határidő előtt elkészült részeit 2021 őszében megnyitottuk a látogatók a budavári palotába látogatók előtt, és fel lehet jutni most már a palota útról két nagy kapacitású lift segítségével akadálymentesen is, és onnan egy lift csatlakozással, vagy akár lépcsőn, és most már ezen a rámpán keresztül is fel lehet jutni ide a budavári palota szintjére, a Hunyadi udvarba. Ez azért fontos, mert nem csak már korábban létezett megközelítési pontokat újított meg és állított vissza a várkapitányság, hanem újat is létesített. Az újjászületett rámpa a megjelenésében szervesen illeszkedik a várfal többi részéhez. Ez a vörös klinker tégla, ez meghatározó itt a budavári palota ezen részén, hiszen alattunk a palota útnál fut az Ibeltán fal, ennek is a nagyon meghatározó alkotó eleme ez a tégla. Maga a rámpa egy középkori várfalra támaszkodik rá, arra épült rá. Ez az 1900-as évek elején alakították így ki, ahogy ma is látjuk, visszaépített formájában most már 2022-ben. Igazság Arnold elmondta, hogy a támpillerek kialakítása a műemlékvédelmi előírások mellett a praktikumot is szolgálja, ugyanis köztük üzlethelyiségek, vizesblokkok, mosdók és pelenkázó is helyet kapnak.